Sziasztok! Sziasztok, gyerekek! Szeretettel köszöntelek benneteket a Könyvhét a Pagonnyal című eseményen. Azért vagyunk most itt, mert normális esetben kint lennénk a Vörösmarty téren, és nagyon-nagyon sok könyvet, szép mesekönyvet megtapogathatnátok és belelapozhatnátok, amire most nincsen lehetőség. Nagyon sok izgalmas programon részt vehetnétek, de ehelyett arra gondoltunk, hogy megmutatjuk nektek a legújabb könyveinket egy ilyen játékos, szórakoztató előadás és produkció keretében. Az egyik mesekönyv, amiről Lili az pont a számbalóg. Az egyik mesekönyv, amiről Hazai Ancsa fog nektek egy dalos műsort tartani, és lesz benne sok-sok játék is, az a Pitypang és Lili. Pásztai Panka írta és rajzolta, és egy éjszakai történet, egy elalvós történet, nagyon sok szép sötét rajz van benne. A másik mesekönyv, amit meg fogtok ma ismerni, az Kis Judit Ágnestől a Zsája hercegnő és az Öreg Nekit herceg Simonides Hajnalka rajzaival. Ebből Móróc Adri fog nektek mesélni, akit a Budapest Bábszínházból is ismerhettek, ő szokott lenni az Anni Panni. És erről azt kell tudni, hogy egy iszonyatosan izgalmas tündérmese. Minden olyan kaland és varázslat megvan benne, amit a klasszikus tündérmesékből ismerhettek, de ez mégis egy kicsit mai, mert egy abszolút mai kislány a főszereplője, akinek a gyerek szobájába berepül egy apró kicsi lény, aki először csak molylepkének tűnik, és mégis megváltoztatja az egész életét. A harmadik mesekönyv, Vibó Kiedi, egy új meseírónk könyve, Szeretnék egy aranyhalat, amiben Mayer Tamás csinált ilyen iszonyat vagány rajzokat. Mutatok nektek egyet, megmutatom a kedvencemet. Ez. Nagyon izgi. Ebbe a szobába én is belépnék. Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik a Darrell könyveket, vagy nagyon szeretik az állatokat, nagyon szeretik a vicceket, nagyon szeretnek nevetni. Ebben mindenféle különleges állatról tudhattok meg, amúgy igazi, izgalmas és valós információkat, de nagyon-nagyon szórakoztató előadásban. És akkor még van egy könyvünk Cernák Esztertől, a Kedves Apu, Mozaik Család Mindennapjai, ami tényleg egy családról szól, egy kislánynak a szemszögében, egy kisiskolás lánynak a szemszögéből, Áginak, és ebből is Móróc Adri fog nektek felolvasni. És akkor van egy negyedik, illetve ötödik könyvünk, megtanulok számolni, ami ez a Három éves lettem című antológia, ezt most megmutatom, ebbe konkrétan belekukkantani ilyen műsoros keretekben most nem fogunk ma, mert csupa olyan mese van benne, amit már olvashattatok az eddigi könyveinkből. Van benne Boribon, van benne Lackfi János, Pankának is a Pitypangos könyvéből van egy történet, nem pont ez, hanem egy régebbi, egy másik. Csupa olyan, látjátok, mese, amit a Pagony már kiadott, sőt vers is, és a legfontosabb és népszerűbb mesék és szerzők lettek így az évek során. Ez tulajdonképpen egy Pagony antológia, és azért ez a cím, hogy Három éves lettem, mert úgy vannak összerendezve fejezetekbe a történetek, hogy csupa olyan problémáról vagy helyzetről szólnak, amivel egy három éves találkozik. Lehet benne barátkozni, vannak benne altatós mesék, vannak doktorbácsis mesék, amikor valaki beteg lesz, és itt szépen össze vannak rendezve a csokrokba a történetek, és ez alapján tudtok köztük válogatni. Úgyhogy, ha valakinek most lesz a harmadik születésnapja, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a kis könyvet. Amit még el kell mondanom nektek, és nagyon fontos, hogy mivel a könyvesáron azt szoktuk meg, hogy hatalmas vásár van valójában, és mindenki úgy szedi a könyveket, mint a cseresznyét a fáról, és a haza se tudjuk cippelni, és nagy kedvezményekkel készül minden kiadó. Mi is készültünk egy kedvezménnyel. 5 könyv után 25%-ot kaptok,
minden könyvre, a teljes kosaratokra. Ezt a linket és az akcióról az információkat itt hozzászólásban fogjátok látni az esemény mellett, de hogyha az oldalunkra kattintotok, akkor ott is megjelenik majd. És akkor, és még egy nagyon fontos információ, hogy készítsetek elő, gyerekek, hogyha láttok már engem, megnézem, azért vannak már nézők. Jó. Készítsetek elő papírt és ceruzákat, mert Hazai Jancsa, akit a Ringatóról már ismerhettek, a Bartók Pagonyban is sokszor találkozhattatok vele, ő fog nektek egy foglalkozást tartani a Jó Éjszakát Pitypang kapcsán, és azt kérte, hogy sok-sok izgalmas feladat között egy olyannal is készül, amihez ceruzára és papírra lesz szükség. Úgyhogy most nyugodtan szaladjatok még el. Kár, hogy nem látom, hogy visszaértetek-e. De így elképzelem, hogyha az Erozim mennyi idő alatt szorad el is vissza. Megvagyunk. Jó. Jó esetben azért kéznél van a színes ceruza és a papír. És ugye felkészültetek, akkor most be fogom kapcsolni Ancsát, és elkezdődik a játék. Szia, Ancsa! Itt vagyok, sziasztok! Jaj, de vártam már, hogy kezdhessünk, de jó, örülök neki. Kezdhetünk. Akkor én el is búcsúzom, és érezzétek nagyon jól magatokat. Szia, Zsani! Szia! Jó mulat! Köszönjük! Na, akkor miénk a terep? Szervusztok! Hazai Ancsa vagyok, és bizony sokatokkal találkoztam már, és ismerhetjük, sokat énekelhettünk együtt. És bevallom nektek őszintén, hogy mivel nekem már felnőtt gyerekeim vannak, én nem találkoztam még Pitypang és Lili történetével, úgyhogy nekem is ez most egy nagy meglepetés lesz, hogy ki az a Pitypang, vagy mi az a Pitypang. De akik ismeritek a sorozatot, mert hogy ez a sorozatnak már a 8. könyve, ne áruljátok el azoknak, hogy ki az a Pitypang, aki még nem tudja. Na nézem, én szerintem a Pitypang, én úgy tudom, hogy az egy virág. Méghozzá a gyermekláncfű. Tudjátok, hogy mi az a gyermekláncfű? Egy gyönyörű sárga virág, ami hogyha már teljesen kinyílt, akkor ilyen nagyon szép, igazi Pitypang kis bóbitája lesz, és tudjátok, ha nagy levegőt fújunk, akkor és ezer felé repülnek azok a ícike kis picike ejtőernyős magvacskák. Ez a gyermekláncfű, és azért hívják gyermekláncfűnek, mert össze lehet fűzni szépen, koszorút lehet készíteni, és azzal szoktak a lányok tündökölve sétálgatni a tarka mezőn. Na, szerintem ez a Pitypang, de majd a meséből kiderül, hogy igazából mi. Ki az a Pitypang? Azt mondta Zsani, hogy legyen nálatok papír és ceruza, mert én nekem a Pitypangról, mivel az egy mezei virág, eszembe jutott még egy jó pár mezei virág, úgyhogy azt kérem tőletek, hogy a papírnak az egyik oldalára, amíg én énekelek, addig rajzoljatok minél több virágot, akár Pitypangot is lehet. Elkapom a gitáromat, ez az én hangszerem. Sokan tudom, hogy nagyon sokan ismeritek. És akkor kezdődhet egy picike kis rajzolás, és ezzel a kis énekkel bevezetjük ezt az egész történet előtt, mi történik. Kíváncsi vagyok. No, kimegyek a tarkarétre közepére, köszöntök ott minden bokrot, s szedek egy nagy virágcsokrot. Boglárka és margarita, már is készül a bokréta, búza virág, piros pipacs, szarkalábnak ipi apacs. Mikor elkészült a csokrom, átszaladok árkon bokron, hazaviszem anyukámnak, hadd örüljön a virágnak. Lá-ra-rá-l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 á
hány virágot rajzoltatok, még egyszer eléneklem, hogy jó sok virág kerüljön arra a lapra. Kimegyek a tarkarétre, tarkarétnek közepére, köszöntök ott minden bokrot, szedek egy nagy virágcsokrot. Boglárka és margaréta, már is készül a bokréta, búzavirág, piros pipacs, szarkalábnak ipi apacs. Mikor elkészült a csokrom, átszaladok árkon bokron, hazaviszem anyukámnak, hadd örüljön a virágnak. Hazaviszem anyukámnak, hadd örüljön a virágnak. És akkor mi ugye mellé rajzolhatnánk még egy pittypangot is. Szerintem, hogyha most majd kimentek a napsütésben kicsit futkározni, biztos, hogy fogtok találni is. Na, akkor most elkezdjük a mesét. Pittypang és Lili, jó éjszakát, Pittypang! Vajon mikor derül ki, hogy ki ez? Amióta Lili nagy testvér lett, nem szeret a szobájában aludni. Pedig Pittypang, a kutyusa is ott van, és vigyázza az álmát. Lili szerint nem igazságos, hogy Lotti, a kishuga, anyáiknál aludhat, neki viszont a saját szobájában kell maradnia. Ráadásul este, amikor apa kinyitja Lili ablakát, hogy friss levegő jöjjön be, Pittypang ugatni kezd. Biztos valami félelmetes lakik a bokrok között, ami csak a sötétben jön elő, azért ugat Pittypang, panaszkodott Lili anyának. Lili, te már nagy lány vagy, tudod, hogy nem kell félni, nyugtatta anya. A kert éjjel is ugyanolyan, mint nappal. Eddig nem féltél a sötétben. Igazából most sem én félek, hanem Pittypang, magyarázta Lili. Hidd el, nem lakik semmi a kertben, amitől félni kellene, mondta kedvesen anya. Hát én nem tudom, most egy kicsit megállok, mert azért, amikor én kisgyerek voltam, akkor bizonyám én sem szerettem a sötét kertben, hogy hol bászolni, meg nem is mentem ki, csak az anyukámmal, meg az apukámmal esetleg. Na nézzük, hogy mitől lehet félni a kertben. Kik laknak egy kertben? Lakik mondjuk, akitől félni lehet, talán a hangyák? Hát én attól biztos, hogy nem fogok félni. Giliszták? Gondolkodjatok, hogy mik vannak még a kertben. Aztán lehet, hogy valamelyik levél alatt alszik a katica. Vagy esetleg egy madárfészekben, a fiókák is ott szenderegnek, szerintem ezektől pont nem kell félni, ugye? Nem gondoljátok ti sem. Na, hogyha van még hely a papírotokon, figyeljetek, hogy mit rajzoltok, mert nagyon szeretnénk, hogyha majd beküldenétek ezeket a rajzokat, lefotóznátok és a Messengeren elküldenétek, mert én úgy tudom, hogy a beküldők között majd ki is sorsolnak egy könyvet. Na figyeljetek, most én számolgattuk, hogy hány állat lakik a kertben. Nekem van egy olyan dalom, ami az a címe, hogy Állatsoroló, Németh Robi verse, és amíg ezt énekelem, addig nyugodtan rajzoljátok oda, hogy mi lehet az a félelmetes állat, vagy valami, amitől félhet a Lili. Béka ül a tóban, tyúkjaink az olban, hát ezektől biztos nem. Kutyusunk a házában, pók alszik a vázában, mondjuk a pók egy kicsit félelmetes lehet. Kis cicám meg az ölemben dorombolva, nyaldos engem, kis állatkert van már nálunk, tőlük eleven a házunk. Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? Hangya fut
a bolyban, azt üzeni jól van. Méhecskémet, ha látom, mézet gyűjt az akácon. Egerünk a lyukba drónol, épp sajtott csend. A fogóból kész állatkert van már nálunk tőlük. Eleven a házunk. Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? Kecskén kint a réten, füvet leger éppen, bocink fekszik mellette, őt a sok légy ellepte, kis csikónk meg vígan szárnyal versenyre kelt. A világban jó sok állat él már nálunk tőlünk, eleven a házunk, mindegyiket úgy imádom, velünk vannak télen-nyáron. Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? Mi a helyzet nálatok? Vannak-e otthon állatok? El sem tudom képzelni, hogy állatokon kívül valami mocorog a kertben, és szerintem az állatok este éjszaka alszanak. Szerintetek is minden állat alszik éjszaka? Na, ott tartottunk ugyebár, hogy a Lili a kutyára, Pittypangra fogta, hogy biztos ő fél valamitől a sötétben, mert elkezdte ugatni, szerintem lehet, hogy a holdat. Apa is odalépett hozzájuk. Tudod mit, Lili? Ha besötétedik, kimegyünk a kertbe, visszük a zseblámpát, és megkeressük, mi lehet az a félelmetes, amit hallottál. Hát én nem is tudom, apa, bizonytalanodott el Lili. Nagyon ijesztő hangja van. Lehet, hogy egy szörny, hát akkor pedig nem lenne jó találkozni vele. Na, várjatok csak, én lerajzolom. Mikor elkészült a rajzal, hívta anyát és apát. Megkérte őket, hogy úgy nézzék meg a képet, hogy Lotti ne láthassa, mert ő megijedne tőle. Tudjátok, Lotti Lilinek a kis testvére. Nagyon figyelmes testvér vagy, dicsérte meg Lilit anya és apa. De sem neked, sem Lottinak nem kell félnetek. Szörnyek csak a mesében vannak. Fürdés után Lili a pizsamára gumicsizmát és pulóvert húzott, majd kimerészkedett apával és Pittypanggal a kertbe. Anya és Lotti az ablakból figyelték őket. Hogyha ti is kimentek a kertbe, a szobából, akkor ugye, mit kell húznunk a lábunkra? Papucsot? Papucsot, csat, 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 csat? Mint hogyha a békák mondanák, papucsot, csat, 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 csat? Hát, vagy kinti kerti papucsot, vagy cipőt. Ugye, ahány gyerek, annyiféle lábméret van. Most megint énekelünk egyet, jó? Ha van kedvetek, az lenne a jó, hogyha nekem segítenétek úgy, hogy ti tapsoltok egy picikét, egy cipős dalt fogok elénekelni nektek. Jó? Így kell tapsolni, hogy pam, 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 pam. Azt mondják, hogy a cipő kinek szoros, kinek bő, de mi nekünk a cipő sose szoros, sose bő. Azt mondják, hogy kinek szoros, kinek kérges, kinek bő, de mi nekünk sose szoros, sose kérges, sose bő. Azt mondják, hogy a cipő kinek szoros, kinek bő, de mi nekünk a cipő sose szoros, sose bő. Azt mondják, hogy kinek szoros, kinek kérges, kinek bő, de mi nekünk sose szoros, sose kérdés, sose bő. Azt mondják, hogy a cipő kinek szoros, kinek bő, de mi nekünk a cipő sose szoros, sose bő. Azt mondják, hogy kinek szoros, kinek kérdés, kinek bő, de mi nekünk sose szoros, sose kérdés, sose bő. Azt mondják, hogy kinek szoros, kinek kérdés, kinek bő, de mi nekünk
nekünk sose szoros, sose kérges, sose bő, sose bő, sose bő, sose bő. Az volt nagyon ügyes, akinek piros lett a tenyere, annyit tapsolt. Jól fölgyorsítottam. Na szóval biztos, hogy Liliék is fölhúzták a cipőt. Ahogy lépkedtek a fűben, egyszer csak a bokrok felől motozásra lettek figyelmesek. Jaj, szörny! Ilyet meg Lili. Megfogta apa kezét. Óvatosan a zaj irányába indultak, ám hirtelen a fenyőfa tetejéről kiáltás hallatszott. Wii! Wii! Lili megszorította apa kezét. Ne félj, nyugtatta apa, és felfelé irányította a lámpafényét. Megkeresték a fenyőfa tetejét. Ó, csak egy füles bagoly! A fiókáit tanítja repülni. Őket bíztatja a kiáltásokkal. Annyira kedves ez a füles bagoly, és megmutatom nektek, nézzétek csak. Ops, várjátok, úgy mutatom, hogy ott vannak a kicsi fiókák is. De szépek, ámult el Lili. Később újra hallották a bokorból a neszezést. Apa odavilágított. Először nem látszott, hogy kicsapja a zajt, és közelebb merészkedtek. Felbukkant egy gomb orrocska. Na hát, egy süni! Gugolt le mellé nevetve Lili. De aranyos, nem is félelmetes. Na, most már elhiszed, hogy nem kell félni? Kérdezte apa. Ilyenkor bújnak elő az éjszakai állatok. Ők akkor ébrednek, amikor lemegy a nap. És amikor mi aludni megyünk, tette hozzá Lili. Ekkor hirtelen átsuhant előttük egy hosszú, farkú, szélvész kis állat. Hát ez meg mi volt? Torpant meg Lili. Nyest, válaszolt apa. Hosszú farkú, mint a cica. Gyors, mint a nyúl. És éles fogú, mint pitypang. Igazatok volt, nem lakik a kertben egy szörny sem. Nevetett Lili, amikor visszaértek a lakásba. Boldogan újságolta el anyának és Lottinak, hogy kikkel találkoztak odakint. Elmesélte a bagoly családot, a sünit és a nyestet is. Alvás előtt még le is rajzolta őket a kistestvérének. Majd, ha neki is lesz saját szobája, kiteszik a falra, soha ne féljen. Azért az nem teljesen igaz, amit mondtál, súgta Lili anya fülébe a jó étpuszikor. Nem olyan a kert sötétben, mint nappal, hanem sokkal, sokkal izgalmasabb. Lili lehúnyta a szemét. Nem kell félni semmitől, gondolta. Jó éjszakát, pitypang, mondta a kutyusának, és már aludtak is. Hát Lili tényleg megnyugodott, bár bevallom nektek őszintén, hogyha engem nem vitt volna mondjuk ki az anyukám vagy az apukám a kertbe, hogy meggyőződjek arról, hogy tényleg nem kell félni. Vannak tényleg olyan állatok, akik ugye nappal alszanak, és akkor éjszaka kezdenek el vadászni. Vannak, képzeljétek el, ilyen pókok is. Napközben a földben egy ilyen lyukat képeznek, ott alszanak, és éjszaka, amikor már minden elcsendesedik, akkor másznak elő, és mennek vadászni. No, de most nekünk számunkra kiderült az, hogy milyen állatok élnek a kertben, amik éjszaka mozognak, viszont ha nem tudtuk volna, hanem azt gondoltuk volna, hogy egy szörnyeteg lakik,
akkor én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan tudtok elképzelni egy szörnyet. Úgyhogy most még, hogyha van még egy papírotok, vagy fordítsátok meg a papírotokat, akkor most lerajzolunk egy szörnyeteget. Mindenki gondolja át azt, hogy mondjuk kör alakú legyen a szörnyetegnek a teste, vagy például négyzetes vagy téglalap, ezt kell átgondolni, akkor találjátok ki azt, hogy kettő szeme legyen, vagy négy szeme legyen, vagy hat szeme legyen, vagy nyolc szeme legyen, ezt is jó alaposan gondoljátok át, azt is ki lehet találni, hogy hány lába legyen az szörnyetegnek. 2, 4, 6, 8, minél több, annál félelmetesebb. És aztán, hogyha már nagyon úgy látjátok a papírotokon, hogy hú, de ijesztő, rajzoljatok neki egy mosolygós szájat, és akkor már egyből viccesebb lesz. Na addig, amíg én énekelek, addig készítsétek el ezt a szörnyeteges rajzot, és majd ezt is várjuk, majd küldjétek be. Jó? Na nézzük! Addig, amíg én eléneklek egy népdalt, addig lehet rajzolni. Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Egyik ága lehajlott, az én rózsám elhagyott, egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Kis kalapom fekete, páva tolla van benne, ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce, ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Rajzolgassátok csak tovább, nekem valami történt a hangommal, remélem nem valami szörnyeteg. Beköltözött, gyorsan ittam egy kort vizet. Na még egyszer, van még időtök. Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Egyik ága lehajlott, az én rózsám elhagyott, egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Kis kalapon fekete, páva tolla van benne, egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Egy haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál, kisütöttem a zsírját, több volt egy a hónál. Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál, aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál. Még azt mondják, nem illi a tánc a magyarnak, nem ha néki cipellőt, bőnadrágot varnak, de sarkantyús csizmának, ócsak tollas főnek, illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek. Na, hol tartotok a rajzolásban? Remélem, hogy már a lábát rajzoljátok. Az én ingem lengyel gyors, csak hogy rojtja nincsen. Az én csizmám karmazsin, csak hogy sarka nincsen. Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne. Arangyos és foltos is illik a tánc benne. Na, még egy utolsó dalt éneklek. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaink megfagynak. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaink megfagynak. Azért is gondoltam, hogy ezt a napcsalogató éneket elénekeljük, mert bíztam benne, vagy bízom benne, hogy ti is dúdoltátok, és nagyon jó lenne, hogyha tegnap, meg tegnap előtti esős napocska nap után, most egy picikét majd ki tudnátok menni a napsütésbe. Na, elkészültek? A rajzok? Örülök neki. Na, de még egy valamit elfelejtettem, hogy gondolom, amikor ti is lefekvéshez készülöttök, akkor szeretitek az altató dalokat. És amikor Lilit elaltatja anya és apa, akkor neki is énekelnek. Van egy szép emlékem még gyerekkoromból, ölem
darombol. Simogatom lágyan mind a két kezemmel, mosolyogva néz rám tágra nyílt szemekkel. Kandallónk tűzénél így ülünk ott ketten, míg erre gondoltam, újra kislány lettem. Kandallónk tűzénél így ülünk ott ketten, míg erre gondoltam, újra kislány lettem. Ta-da-da-da-da, van egy szép emlékem még gyerekkoromból. Ölemben a kis cicám boldogan dorombol. Simogatom lágyan mind a két kezemmel, mosolyogva néz rám tágra nyílt szemekkel. Kandallónk tűzénél így ülünk ott ketten, míg erre gondoltam, újra kislány lettem. Kandallónk tűzénél így ülünk ott ketten, míg erre gondoltam, újra kislány lettem. Ezeket a dalokat, amiket énekeltem, azért elég sokan már ismeritek, és azt is szeretném nektek elmondani. Nagyon fontos, jegyezzétek meg. Ha bármikor, bármitől féltek, kezdjetek el énekelni. Mert ha énekelünk, akkor képzeljétek el, nem tudunk félni. Az okos agyunk ugyanis azt mondja, hogy ja, énekelsz? Hát akkor nincs mitől félni. Ezt próbáljátok majd ki, jó? Bármit lehet dünnyögni, túlni. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy megtiszteltetek azzal, hogy igaz, hogy süt a nap, verőfényes napsütés van, de mégis egy picikét még itt megvártatok minket, hogy elmeséljem ezt a mesét, és most azt hiszem, hogy a Zsani majd visszaköszön hozzátok, és nem tudom, hogy még milyen, mi vártátok, de az biztos, hogy a Zsaninak a mosolyán már látom, hogy még jó dolgok történnek. És kisütött a nap is. Igen. Szépen süt. Köszönjük szépen, nagyon jót mulattunk. Köszönöm szépen, én is. Remélem pirosra tapsoltátok a tenyereteket is. Na, ne! Jól van. Sziasztok! Nagyon boldogunk. Szia, Ancsan! Most pedig képzeljétek el, hogy eljön hozzánk Pásztori Panka, aki a magyar gyerekkönyv illusztrátorok között az egyik legnépszerűbb, nagyon-nagyon sok gyerekkönyve jelent már meg, és Panka íróként is alkot. Ez egy különleges kombináció. Már is behívjuk ide. Ó, és jött egy Rózi baba is. Kukucsani tudtad a kutatban mögül. Sziasztok! Hoztunk nektek mutatni könyveket, meg plusz pingpongot is, Rózival. That's okay. Tesszük. Azt nézem, hogy hol van a kamera. Igen, látom, hogy még helyezkedtek. Csak nyugodtan. Szia, Rózi! Ham. Képzeljétek el, gyerekek, hogy a Pitypang és Lili legújabb részében a Lilinek van egy kis tesója.
Pankáiknál is ez a helyzet, hogy van egy pici baba. Róziról, mint tesztad? Igen. 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 És a Lilit és a Pitypangot? Lili a nagyobbik lányom, Pitypang pedig egy képzeletbeli kutyus, de nekünk is volt örökbefogadott kutyánk, Kacat, aki már sajnos nem él velünk, mert már nagyon idős volt, de ő adta az ötletet ahhoz, hogy a menhelyi kutyákról, az örökbefogadott kutyákról legyen mesekönyv, és hát ugye jó vége van a dolognak, mert hogy Pitypangot örökbefogadják, úgyhogy ő csak az első részben menhelyi kutya, aki esetleg az első részt nem olvasta, az nem is biztos, hogy tudja, hogy most miről beszélek. Itt vannak a könyvek, ugye ez volt az első rész. Én nem látszom, mert az a baj, hogy én többet látok, azért furcsa a... Jobbra kéne nézned, még jobbra vagyunk. Így valahogy nem. Egy másik kamerába nézel éppen. És azóta már, ugye ez most a 8. rész, ami megjelent. És csak itt a Pitypang. Bizony. És van kártyajáték is, meg puzzle, és Pitypang plüss. Úgyhogy egész komoly története van, mert Pitypangnak és Lilinek. Rózinak csak pakol. Nagyon hősies vagy, hogy be tudtatok köszönni most a gyerekeknek, akiknek mondom, hogy nyugodtan kérdezzétek Pankát, hogyha bármilyen kérdésetek van, akár a Pitypang és Lilivel, akár bármilyen más mesekönyvével kapcsolatban, és én is kérdezek még tőle egyet-kettőt, mert engem nagyon érdekel, Panka, hogy te hogy kezdtél el ennyire rajzolni, vagy hogy az látszik, hogy te ebben vagy boldog otthon, és teljesen szabad, és annyira karakteres kis képi világod van, hogy teljesen összetéveszthetetlen bárki mással, vagy bármi mással. Ez hogy alakult ki? Én mindig én mindig rajzoltam, tehát én nem tudom, hogy mikor kezdtem el rajzolni, szerintem valamikor, amikor meg tudtam már fogni egy ceruzát. És az pedig, hogy milyenek a rajzaim, az meg szerintem egy kicsit mindig valami, hogy mennyire egy grafikus úgy magát így bele rajzolja, én azt gondolom. Uh-huh. És nem tudom, ez így jön belülről. Szóval örülök, hogyha tetszik másoknak is, meg hogyha felismerhető, amit csinálok. Semmi szándékosság nincs benne ilyen téren, hanem ami nekem tetszik, igyekszem olyant rajzolni, amire arra gondolok, hogy gyerekkoromban szívesen nézegettem volna. És gyerekkorodban mit nézegettél szívesen? Nagyon szerettem a... például nagyon-nagyon szerettem a Szezám utcának az első nagy kötetét, azt 84-ben adták ki Magyarországon, és hát az nekem valami csodálatos volt. Azt nagyon-nagyon szerettem. Teljesen más képi világ volt, mint amiket itt Magyarországon előtte megszoktunk grafikába. Ennek ellenére például nagyon szerettem a sajdik illusztrációkat is, csak ez ugye teljesen más volt. És nagyon szerettem még a Gerard Deler könyveket, akkor picit nagyobb lettem, mert ez is egy másik ilyen nagyon nagy kedvencem volt, és amit legjobban szerettem, az Békés Pálnak a Borza Sámlin, hát az volt egy ilyen nagyon nagy kedvencem, azt szerintem már olyan 10-11 éves korom körül olvashattam. Ezek voltak a különlegesen szívemhez őt kötetek. De hát, hogy kicsit gondolkodnék, akkor még biztos rengeteget tudnék mondani. És a rajzolásban hogy lett meseírás? Ja, animációs szakon diplomáztam, és én mindig is szerettem a történeteket. Nem véletlenül választottam azt is az egyetemen. És aztán mindig volt egy hiányérzet bennem a grafikák mellett, hogy még én szeretnék ilyen témában, meg olyan témában is rajzolni, és ha pont nem volt ilyen mese, amit illusztrálhattam volna, mondjuk az örökbefogadás a kutyák kapcsán, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy én írnám meg ezt a történetet, és ez úgy látszik, hogy jól sikerült ez az ötlet, mert most már ugye a 8. kötet jelenik meg a Pitypangjaiból. Az biztos, nagyon cuki, és az még nagyon érdekel engem, hogy te félsz el sötétben, Panka. Hogy jött ez a sötétben félős történet?
Hát én nem félek annyira már a sötétben, de egyébként éjjeli fényen alszunk, meg most mióta Rózi megszületett, azóta ilyen fényáradatban alszunk, de egyébként nem kell félni a sötétben, én sem félek már. De féltél? Tessék? Féltél, amikor pici voltál? Igen, meg szerintem az mindig egy kicsit a kiismeretetlensége miatt furcsa, és Rózin is észrevettem, hogy bármilyen picike még, azért amikor nagyon sötét van, akkor azt nem szereti. Most megtanulta azt, hogy lámpa, és mindig az az első, fel kell kapcsolni, igaz? De sokkal jobb, hogy világos van. Na, igen, a Pippang és Lilikben amúgy nekem az a csodálatos, hogy emellett, hogy nagyon jól együtt tud működni egy kislány és egy kutyus, amiből kiderül, hogy miként, hogy mire kell figyelni, miként lehet gondoskodni valaki másról. Mindig van minden egyes kötetben egy ilyen plusz dimenzió, ami vagy valamilyen félelemről, vagy valamilyen célról szól, amiben így, amikor Lili beleütközik a világba, vagy szembesül valamivel, akkor ő a kis gyermeki nézőpontjából mondjuk nem érti, hogy egy helyen miért nincsen járda, amikor ott nap mint nap átmennek az emberek, és ő szeretné biztonságban sétáltatni a kutyáját. És akkor erre teljesen természetesen rácsodálkozik, hogy itt valami nem stimmel, és mégis eléri azt, hogy akkor a helyére kerüljön a világ, és minden kis történet, minden kis könyv egy ilyen plusz motivációt, meg plusz kis egy ilyen gyermeki lelkesedést tud adni. Igen, ezt szerettem volna végigvinni a sorozaton, hogy vannak olyan témák, amik szerintem a gyerekeket foglalkoztatnak, és kíváncsiak rá. Szeretem is mindig hallgatni, akár utcán, vagy bárhol, hogy miről folyik a beszélgetés, miket kérdezgetnek, és ezekben a kötetekben választ kapnak szerintem sok mindenre. Igen, itt van a közlekedős rész, amikor nem csak az, hogy hogyan lehet zebra, hanem az is, hogy hogyan kell közlekedni. Vagy például a születésnapos részben, hogy milyen az, hogyha valaki kimarad a játékból. Szóval mindegyikben van valami, és nekem a legnagyobb nagy kedvencem az a segítőkutyás rész. Aha. Az mindig egy olyan dolog, hogy látjuk például a vakvezető kutyusokat, hogy most szabad-e menni hozzájuk, nem szabad menni hozzájuk, meg lehet őket simogatni, nem lehet. És hogy hogyan lesz belőlük olyan kutya, aki ezt a sok-sok okosságot mindent meg tud segíteni a gazdájának, ez is kiderül ebből a könyvből. Bózim, már látom, hogy kicsit úgy nem kérdele rakom, de nem tudom, hogy mennyire... Nem tudom, hogy mennyire fogja magát elfoglalni, látszik, hogy nem. Hogy kevésbé. Nem baj. Jól van, Panka. Még meg akartam kérdezni, hogy te most miket olvasol a Rózinak, vagy hogy miket tervezel. De menjél nyugodtan a Rózihoz. Próbáltam neki, amit elég gyakranul szoktunk venni, az a Bariban és a Hétifi. De egyébként még őt nem nagyon kötik le a könyvek, úgyhogy lapozókat próbáltam neki adni, de azokat is megeszi. Megesznek mindent még. Ugye remélem, hogy hamarosan eljön most, már most lesz egy éves, remélem, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor nem csak pakolni szeretné őket, hanem majd meg is nézegetjük. És már nem került rajzolnom most itt nektek, de hát a technika az közbeszólt sajnos. Majd legközelebb mindenképpen csinálunk egy olyat, Panka, amikor rajzolsz. Jó? Jó, mindenképpen, és akkor majd valahogyan előbb összekapcsolódom a számítógéppel. Rendben, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Szia, Rózi! Sziasztok! Sziasztok! No, most pedig egy olyan rész következik, amikor Móróc Adri fog nektek mesélni a Zsája hercegnő és az Öreg nekit herceg című mesekönyvből. Ezt Kis Judit Ágnes írta, akit a Babaróka mesék szerzőjeként már biztos, hogy ismertek, és Simonides Hajnalka illusztrálta,
iszonyatosan szép képek vannak benne, amit most le is fogunk nektek vetíteni. Úgyhogy én elköszönök, és hallgassátok meg, ez tényleg egy iszonyatosan izgalmas tündérmese, unikornisokkal, idősárkánnyal, és csupa olyan elképesztő szereplővel, hogy nem is lehet választani, hogy melyik legyen a kedvencem. Úgyhogy én elköszönök, és hallgassátok a mesét. Kis Judit Ágnes, Zsája hercegnő és az öregnek hit herceg. Szimonides Hajnalka rajzaival. A herceg segítséget kér. Nyári estéken, amikor lement a nap, és felgyújtották a lámpát, anya azonnal megszólalt. Kislányom, becsuknád az ablakot, bejönnek a bogarak a fényre. Mire apa rögtön rávágta. Pont most, mikor végre nincs az a dög meleg, hadd járjon a levegő. Ha bejönnek, majd kitessék elem őket. Így hát Zsája ülve maradt, az ablak pedig nyitva, és a különböző szárnyas rovarok rövidesen körülvették a lámpát. Apa szívfájdalom nélkül lecsapta volna valamennyit, de Zsájának, bármennyire is félt tőlük, főleg a szőrös szárnyú, hangosan pirregő éjjeli lepkéktől, megesett rajtuk a szíve, és könyörgőre fogta. Jaj, apa, ugye nem ölöd meg őket? Ilyenkor apa óvatosan rájuk borított egy üvegpoharat, alácsúsztatott egy kartollapot, és a foglyul ejtett verdeső rovart megmutatta Zsájának. Hát, ha meg tudja békíteni a kislányát vele. Ezen az estén egy különösen nagy éjjeli lepke csapódott a lámpának, aztán, ahogy az ütközéstől megszédülve menekülni próbált, az ablaknak. Pont Zsája szobájában. Apa! Sikoltott fel rémülten a kislány. Bejött egy ronda, dagadt, szőrös szárnyú szender vagy mi? Nem vagyok szender! Szólalt meg váratlanul a lepke, abba hagyva a hasztalan csapkodást. Fényilanca vagyok, és ha te is azzal jössz, hogy dagat vagyok, vedd tudomásul, hogy volt egy sérülésem, és egy csomó ideig nem tudtam repülni. És hát, ettem. Meglátszik, na. Majd lerepülöm. Különben is, tette hozzá sértődötten. Ha neked én dagat vagyok, hát akkor nem láttál még pohos lepkét. Zsája mozdulatlanná dermedt a döbbenettől. Közelebb hajolt az ablaküveghez, és a szürkés, szőrös szárnyak alatt a tor és a potrok helyett karcsú emberi testet, a három pár ízelt láb helyett pedig vékony emberi kezet és lábat pillantott meg. A lepke arca egy kislány arc volt. Csak a fején imbolygó csápok árulkodtak róla, hogy mégis valami furcsa lény. Leginkább egy tündérre hasonlított. Te ki vagy? Kérdezte Zsája suttogva. Most mondtam, fényilonca vagyok, válaszolt még sértődöttebben a lény. Tündér? Olyasmi, hagyta rá sóhajtva fényilonca. Valójában tűzpille, de jó a tündér is. És hozzám beszélsz? Ki máshoz, ha egyszer hozzád küldtek? Méltatlankodott a tündér, miközben gyűrött, szőrös szárnyát igyekezett kisimítani. Hozzám küldtek? Hüledezett Zsája. Mégis ki? A lepke tündér megköszörülte a torkát, és ünnepélyesen, csengő hangon folytatta. Szálvia hercegnő, köszöntelek Évusz hercege nevében. Sajnálom, de azt hiszem eltévedtél, vágott közbe Zsája. Nem hívnak Szálviának, és sajnos nem vagyok hercegnő. Pontosan tudom, hová jöttem, háborgott fényilonca. Szálvia a neved, csak a szüleid Zsájának szólítanak, és ha a szüleid király és királynő, akkor te nyilvánvalóan hercegnő vagy. Semmi király meg királynő, kelt ki magából Zsája, talán csalódottságában, hogy a tündér mégis téved. Az apukám egy irodában ül egész nap, anyukám meg egy boltban. Attól még bizony király és királynő, bólogatott bölcsen fényilonca.
És ez? Mutatott körül Zsája. Úgy néz ki talán, mint egy palota, és látsz te itt kincseket? Nem a kint számít, hajolt meg újra Fényilonca, hanem a szív. Hidd el nekem, az apukád igazi király, az anyukád valódi királynő, te pedig hercegnő vagy. Most már meghallgatod az üzenetet, Szálvia hercegnő. Meg. Vont vállat lemondóan Zsája. Fényilonca harmadszor is meghajolt, de akármennyire igyekezett, már nem tudott ugyanolyan ünnepélyes hangon megszólalni, mint elsőre. Szálvia hercegnő, köszöntelek Ébusz hercege nevében. A herceg a segítségedet kéri, mert nagy bajban van, és rajta keresztül az egész birodalom. Te vagy az egyetlen, aki ennek a világnak lakójaként ugyan, de vele egy azon hónapban, napon, órában és percben születtél. Csak te juttathatod őt megérdemelt trónjára. Ha a segítségére leszel, jutalmad nem marad el. Vállalod a feladatot. Jó, de mit kellene csinálnom? Értetlenkedett Zsája. A herceg nem jöhet a te világodba, és te is csak segítséggel juthatsz el hozzá. Viszont személyesen szeretnél feltárni előtted szorongatott helyzetét, ezért arra kér, látogasd meg. Te fogsz oda vinni? Szerinted elbírnálak? Méltatlankodott Fényilonca. Hát nézd már meg, mekkora vagy! És hogy én mekkora vagyok? Nem úgy gondoltam, mentegetőzött Zsája, de Fényilonca a szavába vágott. Egy unikornis hátán tudsz Ébusz királyságába jönni. Ha vállalod a feladatot, akkor oda kell adnom a tojást. Miféle tojást? Hát az unikornisét, na, döntsd már el, mert különben meg sem mutathatom. Megyek, jelentette ki Zsája. A lepketündér kinyújtotta vékony karját. Markában egy fehér, apró gömböt rejtegetett. Ez meg mi? Hökkent meg Zsája. Mondom, unikornis tojás, tedd langyos vízbe. Minden nap cseréld rajta reggel meg este, hogy meg ne hűljön. Ha ki kell, megint jövök és mindent elmagyarázok. Vízi tojás. Csodálkozott Zsája, aki már azon töprengett, vajon rá kell-e ülnie, hogy kikölcse, vagy homokba kell-e ásni, mint a krokodil tojást. Az, bólogatott Fényilonca. Nagy edénybe tedd, mert megnő, most mennem kell. Megtennéd, hogy lekapcsolod a lámpát, nem tudok tájékozódni. Zsája leoltotta a villanyt, Fényilonca pedig nyílegyenest nekirepült az ablaküvegnek. Hogy a kukoricamoly essen bele! Mérgelődött. Segítenél? Persze! Zsája maga is meglepődött, hogy oda tartotta az ujját. Fényilonca belekapaszkodott. A kislány kihajolt az ablakon, messzire nyújtotta a karját, a lepketündér pedig elrugaszkodott, és hamarosan eltűnt az éjszakában. A tojás nőttön nőtt. Már reggelre akkora volt, mint egy fürty tojása. Másnapra, mint a tyúké. Zsája szorgalmasan cserélgette a vizet, a tálat pedig az ágy alatt tartotta, nehogy a szülei észrevegyék. De a hétvégére a tojás kinőtte a tálat, Zsájának a kiskádat kellett behoznia, amiben babakorában anya fürdette. Azóta meg a ruhát áztatta benne. Nem fért be az ágy alá. Fogalma sem volt, hová tegye. Hiába volt külön szobája, esténként anya vagy apa mesét olvasott neki, betakarta, jó étpuszit adott. Csak úgy a szoba közepén feltűnő lett volna egy kád víz benne egy tojással. Milyen nehéz bármit is elrejteni, ha az ember együtt lakik a szüleivel. Egész barikádot épített végül köré játékokból, könyvekből, és elhatározta, hogy bárki megkérdi, mi az, azt mondja, titkos bunker, amit senki másnak nem szabad megközelítenie. Tulajdonképpen így is volt. Szombat este, még a mese előtt, amikor egyedül volt a szobájában, és a langyos vizet cserélte a tojás alatt, koppanást hallott. Aztán egy vékonyka hangot. Áó! Oda nézett.
Fényironca az ablakpárkányon kuporgott, és a fejét dörzsölgette. Ó, már megint megzavart az a nyavajás lámpa. Bocsánat, mondta Zsája bűntudatosan. Nem tudtam, hogy ma jössz. Most kellett, válaszolta tömören Fényironca. Mindjárt ki kell, hol van? Zsája óvatosan előbányázta a kádat a könyvek, játékok és ruhák mögül. Aznap este még nem is adott friss vizet a tojásnak. Ahogy belenézett, halkan felsikoltott. A tojás egyik oldala megrepedezett, és valami fehér sárga türemkedett ki belőle. Csak nem tört össze. Mondtam én, hallotta maga mögött Fényironca elégedett kis hangját. Mindjárt ki kell. Nagyon nehéz volt elrejtenem, súgta Zsája. Nem lehetett volna, hogy már kikelve hozd el? Mit képzelsz? Háborgott a tündér. Ha nem te vagy az első, akit meglát, amikor kibújik a tojásból, soha nem enged fel a hátára. Ti azt hiszitek olyan egyszerű egy unikornissal? Zsája felsóhajtott. Tényleg, honnan is tudhatná, hogyan kell bánni egy ilyen lénnyel? A tojásból halk kopogás hallatszott, és az oldalán megjelent egy újabb repedés. A sárga mellett pedig valami világos zöld. Fényironca Zsája vállára repült, és a fülébe suttogott. Ha meglátod a fejét, azonnal szólítsd meg! Efirfirának hívják. Honnan tudod? Kérdezte Zsája szintén suttogva. Az anyukája üzeni. Szerinted csak úgy, az engedélye nélkül elhozhattuk volna egy unikornis tojást? Zsája megint felsóhajtott. Valóban nem egyszerű bánni egy unikornissal. A kopogás erősödött. Lélegzett visszafojtva figyelték. A tojás felső része lassan levált, és megjelent egy kicsi, hófehér lófej, csapzott, szivárvány színű sörénnyel a két füle közt és a nyakán. Szarv nélkül. A hatalmas, égszínkék szem Zsájára bámult. Efirfirá, szólította meg a kislány. Az unikornis kinyújtotta a melső patáját, aztán a másikat, igyekezett kikecmeregni a tojásból. A hátsó lábaival lerúgta magáról a tojás alját, és egy ugrással kintermett a szőnyegen. Hosszú cérna lábai remegtek. Meglepően nagy volt, mint egy felnőtt macska. A nyakában aranyszínű csengő fityegett. Ez meg mi? Hitetlenkedett Zsája. Csengő? Az unikornisok csengővel jönnek a világra, magyarázta Fényironca. És velük együtt nő? Sajnos nem. Egy idő után megszárad és leesik. Onnan is lehet tudni, hogy már a hátára lehet ülni. Ennek az unikornis csikónak még nem lehetett. Lépett egyet-kettőt, aztán összecsuklott. Megint feltápászkodott, botladozva tett pár lépést. Megrázta magát szétfröcskölve a vizet a szobában, csapott egyet-kettőt vizes, szivárvány színű farkával, és megint Zsájára nézett. Efirfirá, szólította meg ismét Zsája. Efirfirá, visszhangozta Zsája vállán a tündér. Az unikornis nagyot prüszkölt, remegő lábakkal körbesétált a szobában, aztán kibontotta szivárvány színű szárnyait, és megpróbált fölrepülni. Visszaesett a földre. Aztán néhány ügyetlen szárnycsapással sikerült az ablakpárkányra jutnia. Megint Zsájára nézett hatalmas kék szemével, és magas hangon felnyihogott. Csss! Szólt rá a kislány. Azt akarod, hogy észrevegyenek? Megsimogatta a csikó homlokát. Még egy kicsit nedves volt a szőre. Nincs is szarva, jegyezte meg Zsája csalódottan.
Persze, hogy nincs, mérgelődött Fényironca. Még csak azt kéne, hogy már a tojásban kinőjön. Idő előtt feltörte volna. Mire legközelebb jövünk, talán már ki is bújik. Elviszed, szomorodott el a kislány. Muszáj, válaszolta a tündér. Megígértem az anyukájának, de majd visszahozom, ha eléggé megnőtt. Akkor nem indulunk még abba a birodalomba? Évusz királyság, segítette ki Fényironca. Hogy indulnánk? A herceg születésnapjára kell odaérnünk. De hiszen azt mondtad, egy napon született velem, értetlenkedett Zsája. Én pedig novemberi vagyok. Miért kell olyan sokáig várni? És miért kellett akkor most hívnod? Jó vicc, zsörtölődött a tündér. Ti emberek olyan furák vagytok. Azt hiszed, egyből föl tudsz ülni e firfira hátára? Vagy pláne repülni vele? Ha minden este jövök, akkor is hónapokba telik, még megtanulod biztonsággal megülni. Zsája elhallgatott. Nem kockáztathatom, hogy megsérülj, Szálvia hercegnő, folytatta ünnepélyes hangon Fényironca. Visszatérünk, amint eljön az ideje. De hát e firfira még nem is tud repülni. Dehogy nem, mosolygott Fényironca. Nézd csak meg! Az unikornis csikó már az ablak előtt körözött. Eleinte bukdácsolt a levegőben, aztán egyre ügyesebben szállt. A nyakában néha meg-megcsendült az aranycsengő. Kapcsold le a lámpát, kérte a tündér. Nem akarom még egyszer beverni a fejem. Zsája lekattintotta a villanykapcsolót. A lepketündér ügyesen kihussant az ablakon. E firfira elrúgta magát a párkányról, és a nyomába repült. Jó ét, Szálvia hercegnő! Kiáltott vissza Fényironca. És a csikó is nyerített egyet búcsúzóul. Aztán eltűntek az éjszakában. Hát, akár hiszitek, akár nem, aztán Fényironca visszatér majd Zsája herceg kisasszonyhoz, és Zsája tényleg elindul, hogy teljesítse a küldetését. Sokkal komolyabb dolgokkal kell majd szembenéznie, mint amire most így elsőre gondolnánk. Találkozik majd az idősárkánnyal, és Aldóval. Aldó egy titokzatos öregember, akiről kiderül majd, hogy nem is pont az, akire először gondolnánk, és meg kell törnie egy egészen borzalmas átkot. Ha szeretnétek kideríteni, hogy mi lesz a történet vége, akkor rendeljétek meg a könyvet, most 25% kedvezménnyel. Itt oldalt látjátok a hozzászólásokban a linket, hogyha 5 pagony könyvet rendeltek, mintha tényleg a könyvhéten lennénk, akkor most 25%-ot kaptok a könyvekre. És a másik mesekönyv, amit meg fogok nektek mutatni, az egy teljesen más hangulat, nagyon-nagyon-nagyon vicces. Vibó Kiedi írta, aki egy igazi biológus, és rengeteg sok állat van náluk otthon. És boldog, boldog gazdi, a felelős állattartásra tanítja ő maga is a gyerekeit, és ennek a híve, ezt szeretné átadni nektek is. Olyan történetet írt, amiben egy kislány rettenetesen szeretne egy aranyhalat. Nem lovat, nem kutyust, semmi extrát, nem kaméleont, hanem egy pici kis halat, de ebben is alkudoznia kell a szüleivel, hogy ő fog-e tudni gondoskodni róla, vagy nem fog tudni, és hogy mire is van szüksége egy aranyhallal. És szerencsére van a családban egy Berti bácsi, aki olyan, mint hogyha egy Darrell könyvbe csöppentünk volna, egyszerűen mindent tud az állatokról, sőt, mi több, meg is tudja mutatni őket. Úgyhogy átmegyünk Berti bácsihoz, és megismerjük
a használati utasításokat a kaméleonhoz, a hangyához, a kóbormacskához, sőt, még a zsiráfhoz is, és egy ilyen csupa olyan dolgot tanulhatok belőle, ami igaz, de annyira viccesen van előadva, hogy néha még én is elbizonytalanodtam, mert vannak benne egy meghökkentő információ, és tényleg így van, és tényleg így van. Úgyhogy ha elgondolkoztatok már azon, hogy szeretnétek egy zsiráfot tartani, vagy kaméleon tartani, vagy lehet, hogy ti is egy aranyhalra vágytok, de nem tudjátok, hogy ez egészen pontosan mivel jár, akkor mindenképpen olvassatok bele ebbe a könyvbe. Most nem felolvasást hoztunk, mert szeretnék egy aranyhalatból, hanem Vibó Kiedi, a könyvnek a szerzője, megmutatja nektek, és elmeséli nektek, hogy ő milyen állatokkal él együtt, és hogyan gondoskodik róluk. Úgyhogy egy ilyen nagyon izgalmas kis természetfilmszerű dologba fogunk belecsöppenni, abszolút gyerekeknek, úgyhogy én megint elbúcsúzom, és ismerjétek meg Ildit és az állatait. Nagyon sok állattal élünk itthon. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájából mondjuk a jelentős részét ezekkel az állatokkal töltjük. Vannak, mindenkinek megvan a maga kedvence közöttük. Az én kedvencem persze a kutyám, aki nem is annyira állat, hanem inkább családtag nálunk, Panna, de tényleg ő mindenhova jön velünk, még a könyvünnepekre is szokott jönni, ahová beengedik, oda be is visszük. Aztán a férjem kedvencei a pókok, rengeteg pókja van. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 1500 darab madárpók van itthon. Ez ugye változik attól függ, hogy éppen hány jön meg, tehát hány, hát ez furcsa dolog rá, hogy születik, tehát hány kell ki a kokomból, hogy éppen mennyi pókunk van. Egy olyan 50 faj körülbelül, azt hiszem most. De ezt sose tudom pontosan, hogy mennyi. A fiam, ő, mert hogy van két gyerkőc is, a fiam ő leginkább a két éltőekért, meg a hüllőkért van oda, és Sári, a lányom, ő is nagyon szereti a hüllőket is, meg a két éltőeket is, de neki főleg most a pagonyos könyv miatt, az aranyhal könyv miatt beköltözött egy törpenyuszi is hozzánk, és át a törpenyuszi a kedvence, szóval őt szereti leginkább. Vannak madaraink is, papagájok. A madarak azok, általában papagájok vannak itthon, illetve hogyha föl kell nevelni valamilyen kiesett fiókát, akkor az a fióka van itthon, addig, amíg föl nem neveljük, és hát utána szabadon engedjük, az azt jelenti, hogy azért kerti szinten szoktak maradni a madarak. Egyik ilyen fióka, aki nagyon mély nyomokat hagyott bennünk, az egy szajkó fióka volt. A nagyon mély nyomok az azt jelenti, hogy gyakorlatilag sikerült pokollá tenni a férjem életét. Egy szajkóval együtt élni azért nem könnyű dolog. Aztán hát verebek voltak még, a királyka. Szóval aki így beesik, azt fölneveljük. Az, hogy az állatok szeretete honnan jött, igazából egész pici gyerekkorom óta mindig biológus akartam lenni, és mindig állatokkal akartam foglalkozni. Ez mind a kettő sikerült, azt hiszem. És a szüleim ilyen, tehát a szüleim nagyon-nagyon aranyosak voltak, mert annyira az állatok nem érdekelték őket, de soha nem gátoltak abban, hogy bármit hazavigyek, kivéve a kígyót. Tehát anyukám félt a kígyóktól és a siklóktól, és kígyóm és siklóm nem lehetett, de minden másban részt vett, tehát ha kóborcicát kellett befogadni, kóborcita volt, ha szaladgáltak az aranyhörcsögök a lakásba, akkor szaladgálhattak, és hogyha szétrágták a szőnyeget, azért csak kaptam ki soha, tehát ilyen szempontból ők támogattak minket. Aztán, amikor férhez mentem, sikerült egy másik állandbolondhoz hozzámennem, tehát gyakorlatilag nálunk két Berti bácsi van a családban, a férjem és én, és a gyerekeket pedig igyekeztünk úgy nevelni, hogy ha valami gond van az állatokkal, akkor se essenek kétségbe, hanem gondolkodjanak el rajta. Ez annyira sikerült, hogy például én kismadarakat nem szoktam fölnevelni, azt a lányom neveli föl, tehát hogyha valami probléma, más fióka beesik, vagy épp most mondjuk nálunk elpusztult egy úgy már egy meglehetősen öreg nőstény papagáj, hogy pont két pici fiókát hagyott itt,
és őket Sári azonnal gondozásba vette, és most már nagyra is nőttek, és tényleg szépek. Tehát azt hiszem, gondoskodnak róluk. Nagyon aranyosak egyébként. Vannak ott testvéreik is lehet lefotózva, de ez a két utolsó fióka az, akik anyuka nélkül maradtak, és úgy, hogy gyakorlatilag, amikor itt maradtak nekünk, akkor még tol sem volt rajtuk, és Sári onnantól kezdve nevelte föl őket. Ez meglehetősen nehéz, mert ugye a kicsik nagyon gyakran esznek és isznak. És ez azt jelenti, hogy annak idején, amikor például a verebét nevelte föl, Cseppcsányit, a kis verebet, akkor az úgy nézett ki, hogy Sári mindenhova egy hűtőtáskával ment. A hűtőtáskába megfelelő mennyiségű kajával, ugye a kis verébnek annak csótányokat is adsz, tehát megfelelő mennyiségű kajával, meg itatófelszerelésen minden, úgy mozgott a gyerek, hogy bárhová mentünk, hozta magával, és akkor 3 óránként etette. Vagy most is, ugye, akkor ő hajnalba fölkel, és hajnaltól késő estig bizonyos időszakonként eteti. Papagájoknál ez úgy megfelelő táp, tehát ott úgy volt, hogy rögtön rohantunk olyan tápér az üzletbe, amit lehet nekik adni, mert hogy ugye az anyuka az a begyéből eteti az állatot. Azoknál a madaraknál ugyanez volt a szajkónál is, ahol meg más jellegű élelmiszer van, ott rengeteg csótányunk van a póktenyészet miatt, tehát állati sok csótány van itthon, és ott picike csótányokat ettek a madarak. De ez egy teljes napos elfoglaltság egy kisgyereknek egyébként, és nagyon időre megy, hogy mindig legyen ennivaló, és mindig legyen ital a madaraknak. Ja, ő Zozó, egy nimfa papagáj, őt akkor hoztuk igazából, amikor kiengedtük előző. Ja, amikor a szajkónk beköltözött hozzánk, például, akkor még egészen kicsi volt, és nevelgettük itt, és mondom, hogy szajkó az azért nagyon idegtépő kis állat, és amikor először úgy határoztunk, hogy akkor most kiengedjük őt az udvarra, és most már lakhatott is, mert nem fenyegeti semmilyen veszély, inkább ő fenyeget bárkit, akkor vagy 3 hétig egyáltalán nem volt hajlandó elköltözni a házból, de amikor kiköltözött, akkor nagyon kezdett hiányozni, egy ideig még visszajött, de aztán utána ugye csak a kertbe mozgott, és akkor gyorsan beszereztük Zozót, és Zozó Mendrozon az eredeti neve, ő egy nimfa papagáj, és úgy is lakott itt nálunk, hogy hát ugye őt ketrecből, egy tenyésztőtől hoztuk, és egy darabig nem volt hajlandó szóba állni velünk, de mindent csináltunk úgy a család, mint ahogy élünk, és akkor egy idő után rájött, hogy ez egy tök jó helyzet, és először Bálint feje, a fiam fejére költözött fel, ami amúgy teljesen logikus, mert Balú feje úgy néz ki, mint egy madárfészek, és akkor ott tökre biztonság, nagyon biztonságban érezte magát, és akkor utána jött az, hogy a család bármelyik tagjára hajlandó rárepülni, de ez olyan szinten működik, hogy például szereltem föl ilyen zöld füleket magamra, hogy csak egy kicsit hagyjon békén, és ez a zöld fülűség, ez körülbelül egy olyan fél órás nyugalmat jelentett, és utána ugyanúgy közlekedett a fejemben. Egyébként néha nagyon idegesítő tud lenni, mert óriásiakat tud beleordítani az ember, hogy a papagájok nagyon hangos állatok tudnak lenni, és megbontanak a faltól kezdve mindent. Ami a könyvbe le van írva, a aranyhalas könyvbe, a papagájokról, az úgy igaz, ahogy mondom. Úgyhogy, igen. Szerintem a vízi agámára gondolsz, hogy ő olyan kis érdeklődő. A vízi agámánk az úgy költözött be hozzánk, hogy Sári nagyon szeretett volna egy kaméleont. Akik a könyvünkbe szerepelnek állatok, a kaméleon is, a cica is, azok tőlünk, tehát Amélia, az a cica, aki ott van, és a kaméleonok közül az egyik ő meg Gáspi. Igazából ők valóban nálunk élő létező állatok, és úgy kezdődött, hogy Sári nagyon szeretett volna egy kaméleont. De a kaméleon az elég nyűgös állat. Tehát nagyon nehéz tartani, nagyon könnyen stresszel, ezért most biztosan meg fognak engem kövezni a kaméleon tartók, de én úgy gondolom, hogy egy kaméleon nem annyira kisgyereknek való, tényleg nem. És ezért mi úgy döntöttünk, hogy behozunk valamilyen állatot, ami zöld, és hasonlít valamennyire, és így a víziagáma mellett döntöttünk. A víziagámák nagyon jó fejek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy olyanok a hüllők között, mint mondjuk a kutyusok az emlősök között, mert abszolút a gazdihoz szoknak, nagyon okosak, és nagyon szórakoztatóak is. És akkor mi beszereztünk egy víziagámát,
aztán beszereztünk baziliszkuszt, szerintem már mindent beszereztünk, ami zöld, csak hogy ne kelljen egy kamionot behozni, és akkor Sári viszont úgy döntött, hogy ő nem alkuszik, ő kamélant szeretne, és akkor beszereztünk egy kamélant is. Tehát a vízialgáma az először úgy jött, mint egy ilyen kis megalkuvás, és aztán hát szerelem lett. Úgyhogy kezelni őket, jó, minél, én mindig azt mondom, az állatoknak azért kivéve talán a pókokat, a lehetőség szerint viszonylag nagy hely kell. A pókoknál nem annyira, mert hogy ugye a pókok szoktam, mert olyanok, mint én, lusták, úgyhogy szeretik, hogyha a szájukba megy a falat, tehát nem fognak bejárni óriási helyeket azért, hogy megtalálják az ennivalót. Csak hogyha nagyon muszáj, a természetben is viszonylag kicsi helyen el vannak, hogyha nem hímpókok éppen, és nem udvarolni szeretnének, és nőstényt keresnek, akkor viszonylag kis helyen élnek. De a többi állatnak amúgy jó, hogyha nagyobb helyet birtokolhat, és ezért az agámáknak is, pláne hogy az agámák azok azért elég nagyra nőnek, egy jó nagy hely kell, ahol tudnak, mivel vízi agámák vízbe menni, mert azt szeretik, megfelelő kaja, az mindig, hát nálunk vitaminozott csótánya a megfelelő kaja az ilyen állatoknak, tehát azt kapnak, levél, ahol elbújkálhatnak, és egyébként szeretnek a gazdin utazni, tehát ők azért annyira nem kémnyesek a páratartalomra, hogy mondjuk ne lehetne, hogy néha válunkon csörögve töltsék a napot, hát ezt tudják a vízi agámák. A többi hüllő, a leopárdgekkók, ők ugye eleve a vízialgámák nappali állatok, a leopárdgekkók ugye nem, tehát nekik azért nem kell ilyen napocska fény, mint a vízialgámáknak, hogy UV lámpát is szerelünk, de a leopárdgekkók azok nem is annyira, hát ilyet nem szabad mondani, hogy nem annyira okosak, inkább azt mondanám, hogy nem annyira gazdifüggők. Tehát amíg a vízialgáma fölismeri, hogy én vagyok a gazdi, és rendkívül barátságos velem is jön oda, addig a leopárdgekkónak gyakorlatilag tök mindegy szerintem, hogy kiélteti meg a családból is, tehát ha Balú vagy Sári elmennek osztálykirándulásra, akkor ugyanúgy örülnek a leopárdgekkók, hogyha én tőlem kapják a kaját. Úgyhogy ők ilyen szempontból nem annyira persze családtagok ők is, de én a vízialgámákat valahogy jobban kedvelem. Kaméleonok, őket is nagyon szeretem. Én vízialgáma párti vagyok, azt mondhatom. Ja. Van egy durcipiton, meg van egy nagyobb kígyó, aki egy tigris piton, a tigris nem a miénk. Azt csak úgy fogtam és mutogattam a gyerekeknek rajta, hogy ugye a kis hátsó karmokat, hogy ott még lehet látni. A durcipiton viszont, ő a miénk, ő egy, az a jó neve van, vérpiton. Egyébként, de csak a színe miatt vérpiton. Amúgy kurta pitonnak szokták hívni, mert viszonylag rövid a farka. És Dulci azért került hozzánk, mert az én kedvenc kígyóm az a gaboni vipera, aminek 5 centis méregfoga van, és gyönyörű szép állat, nagyon szép a mintázata, állatkertekben egyébként lehet vele találkozni elég gyakran, csak hogy az ember vagy gyerekeket tart, mondjuk a gaboni vipera egyébként is engedélyhez kötött állat lenne, de vagy gyerekeket tart, vagy mérges kígyókat, és én a gyerekek mellett döntöttem, és mérges kígyónk nincs. Viszont a kurta pitonok nagyon szép mintázatúak, és valahogy azt töltik be nekem így az óriás kígyók között, mint a gabonia mérges kígyók között. Tehát ez a vastag, robosztus állat, gyönyörű szép mintázattal, és inkább ez a lusta vadász, és nem az a izgága fajta. Szóval Durci ő azért került hozzánk. Durcinak meg azért neveztük el, mert amikor elmentünk a kedvenc kígyótenyésztőnkhöz, és tőle vettük ezt a Durci pitont, akkor az úgy nézett ki, hogy kirakta elénk a kis kígyókat, és mindenki nagyon nyugodt volt, kivéve Durcit, aki azonnal rátámadt a fiamra, de hát még nagyon picike volt, és akkor mondtuk, hogy na, ő olyan kis eleven, és akkor őt szeretnénk. De a rátámadott is úgy kell, tehát azt úgy kell, nem úgy kell érteni mondjuk egy filmben, hogy így, tehát nem volt veszélyes a helyzet, csak úgy rámozdult, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor őt szeretnénk, és akkor így került be hozzánk Durci piton. Jártunk régebben, még közel laktunk a helyhez, addig jártunk bogárbőrzére. És Sári, azt hiszem, hogy a 10. születésnapjára azt mondta, hogy ő atlasz lepkepetéket szeretne, és én ott ácsorogtam, és mondtam a férjemnek, hogy tényleg jó ötlet a 10. születésnapra egy olyan állatot venni a gyereknek,
akkor ott petéket lehetett ugye atlaszpetéket kapni, és ha az atlasz retkék, azok nem élnek túl sokáig, amikor kikelnek. Tehát mint pillangó, azt hiszem ilyen 5 nap vagy 7, szóval valahogy e körül élnek. És mondom, tényleg jó állat a gyereknek egy olyan állatot venni, vagy olyan jó ötlet egy olyan állatot venni, amit csak eddig él, és akkor Sári 10 évével rám nézett, és mami, ez az állat most is él, amikor pete, meg akkor is fog élni, amikor lárva és báb. És akkor elszégyeltem magam, és mondtam, hogy jó. És akkor atlasztetke petéket kapott, és Colgate az egy ilyen kikelt, vagy, illetve hát akkor még ugye hernyó volt, Colgate-nek neveztük el, egy atlasz lepke, hernyó. A gyerekek sokáig tartottak ördögsáskákat, de az ördögsáskákról azt kell tudni, hogy általában kizárólag mérgező dolgokat esznek, ami például fagyalt, mert a fagyal az egy mérgező növény, és a méregből egy ilyen permetet képeznek, ahogy, amit is spriccelnek ki, hogyha piszkálják őket, és a gyerkőcök elég sokáig tartottak ördögsáskákat, az azt jelenti, hogy ilyen 3 vagy 4 évig, szóval tényleg viszonylag sokáig, és akkor a legvégén akkor már elajándékozták az összeset az osztálytársaiknak, akik ért ördögsáskát, mert egy idő után úgy döntöttek, hogy nem tartják tovább őket. Ausztrál leveli békák, és ilyen bromélyából bámészkodnak kifelé. Tartunk békákat is, mert Balú a fiam nagyon szereti a kétéltőeket. Ausztrál leveli békáink, meg pompás maki békáink vannak, a piros szemű pompás maki békák is gyönyörűk, lehet, hogy róluk nem küldtem fotót. Az ausztrál leveli békák nagyon barátságos békák, és hogyha egy kisgyerek békát szeretne tartani, akkor őket javaslom elsősorban azért, mert hogy azért nem terheli meg annyira a gyerekpénztárcát, mert ugye ilyen zseppénzből kell állni nálunk az állatokat. Tehát az ausztrál leveli béka az nem egy drága béka, viszont cserébe viszonylag könnyen lehet tartani. Nagyon barátságosak, de a táplálásukra figyelni kell, mert az ausztrál leveli béka annyit tud enni, amennyit azt neki, és nagyon el tud bízni tőle. Mint minden más leveli béka, nagy terárium, növények, víz, amiben a víznél vigyázni kell, ugye, hogy milyen vizet kap, tehát általában milyen víztisztítóval működünk ennyi állatnál, és tisztított vizet kapnak, úszni is, tehát abba is fürdenek, és hát, mint minden más nálunk, csótányokat meg tücsköket esznek. Ja, és a vitaminozásra viszont ügyelni kell. Ez minden állatnál nagyon fontos, és az ausztrál leveliek is vitaminozva kapják az ennivalójukat. Ausztrál leveliek is, meg a pompás maki békák is nálunk a pókházban laknak. Ugye ennyi pók, hát a pókok is a meleget szeretik, és az ennyi pókhoz tartunk egy pókházat, és azokat az állatokat, akik a melegebb, tehát melegebbet szeretnek, mint mondjuk mi, azokat a pókházban tartjuk. Ott laknak ők is. Bent vannak a pókházban a tokigekkók. Aki nincs bent, így van ott egy lepida pár. Sajnos a kékpöttyös gyík, ő Balunál lakik fönt meg a felesége, és a kékpöttyös gyík az pávaszemes gyík egyébként az a neve, vagy lepida, és ők laknak, tehát ők télen vagy meg tavasszal, meg ősszel Balunál laknak, és nyáron pedig van nekik egy ketrec az udvaron, ami alulfelül körbe mindenhol ketrec, mert azt nagyon szeretik, hogyha nyáron így az udvaron lakhatnak, úgyhogy ők ott élnek bent. Aztán Balunál vannak fönt a leopárd gekkók is, ők ugye télen, nyáron, tavasszal, ősszel mindig. Én azért lettem biológus, mert nagyon szerettem az állatokat, de mindenféle állatot, kivéve a pókokat. Az egyetlen állat, amitől féltem, az a pók volt. És a fiam viszont, ő nagyon szereti az ízelt lábokat is a kétértőek mellett, többek között a pókokat is, és nagyon sok évvel ezelőtt volt egy ismerősünk, nem is tudtam, hogy van egyébként pókja, akinek madárpókja volt, és levedlett a madárpókja, Ottónak hívták a pókot, és akkor én megkértem, hogy esetleg elvihetném-e, vagy nekem adná a bőrét, mert a pókok, a madárpókok úgy vedlenek le, hogy be tudod úgy állítani őket, hát a potrohukon keresztül, tehát a potrohuk az, ami nem marad olyan, mint
a valóságban, de az összes többi részük az teljesen olyan, mint hogy egy másik pók lenne. Tehát olyan szép egyben marad a bőre, ahogy kibújik belőle az állat. Még a cáprágók is rajta maradnak, annyira tökéletes a szeme. És akkor el szerettem volna kérni tőle, és ez a barátunk ez beállított éjjel 11:30-kor, és nem a bőrt hozta el, hanem a pókot. Egy akváriumban volt a pók, tehát nem is terráriumban lakott, nem igazán értett ő a pókokhoz, meg már nagyon unta is, és mondta, hogy akkor ő ezt most itt hagyná, és mondtam, hogy jó, hát másnapig maradjon itt, ugye a gyerek már ilyenkor alszik, és megnézi Balú, és akkor utána már megy innen a pók, mert itt nem maradhat ebbe a házba. Rátettem éjszakára mindenféle lexikonokat az akváriumra, amivel lakott szegényke, és aztán ott néztem, hogy mászik ki, meg tör az életünkre, és aztán másnap reggel Balú megnézte a pókot, meg hát nagyon tetszett neki, és én meg csak néztem, a pók meg abszolút nem foglalkozott ugye velem, nagyon helyes állat volt egyébként, a madárpókoknál nagyon ritkán van magyar nép, és nekünk itt nagy mázlink volt, mert ez egy gramosztóla puripesz volt, és ez egy nagyon jó természetű pók, tényleg végtelenül aranyosak, és csak ott ült a pók, aztán másnap reggel, ahogy ugye fölkelt a nap, és máshogy voltak a fényviszonyok, elkezdte átrendezni, olyan volt, mint egy tipikus nő, átrendezte a saját szobáját, ott mindenféléket így húzgált meg pakolgatott a teráriumba, és nekem, vagy az akváriumba, és nekem nagyon megtetszett. Tehát egy hétig néztem a pókot, és állatira megtetszett, és annyira megszerettem őket, hogy egyébként örök életére nálunk maradt, és kiderült, hogy nem is fiú, hanem kislány, de mi már akkor átkereszteltük Szőrpamacsnak, úgyhogy Szőrpamacs lett a neve, és aztán annyira megtetszett nekem, hogy akkor még nem tudtam, hogy hol lehet pókokat venni, de utána néztem az interneten, és akkor még volt ilyen, hogy Express, és az Expressen valaki hirdetett pókokat, mert lett egy új barátnője, és az nem bírta a pókokat, és 17 pókot vagy el szeretné adni a madárpókét, és én gyorsan megvettem mind a 17-et, és akkor a családnak, na akkor egyszer azt hiszem nem szóltam a családnak, csak beállítottak 17 madárpókkal, és akkor hirtelen a gyerekek elkezdtek neki nevet adni, a férjem meg hozzálátott, hogy teráriumokat készítsen, meg utána nézze, hogy egyáltalán hogy szeretnek ezek a pókok élni. Ez egy ilyen teljesen szabálytalan szerelem volt tőlem, tehát nem készültünk föl rá azért rendesen, de nagyon gyorsan uralta a helyzetet a férjem, és akkor így kezdődött. És akkor először volt ilyen szabályunk, hogy akár mennyi pók bejöhet, itt voltak ilyen szabályok, hogy pók nem jöhet, aztán jó, bejöhet akár mennyi pók, de nem szaporítjuk őket, mert az már mégis milyen, hogy jönnek a kis pókok, és majd szétmásznak, meg nem tudom micsoda. És akkor Szőrpamacs volt az első, akinek egy férjet vettünk, és ő volt az első, aki kis pókokkal örvendeztetett meg minket. És hát azóta ugye azért a férjem, ő neves póktenyésztő, tehát gyakorlatilag a póktenyésztést csinálja a látástól vakulásig, és hát mi meg beleszerettünk a pókokba, és hát most már azért nem okoz gondot, tehát fordult elő olyan, hogy úgy születtek meg, tehát úgy kelt ki egy kokon, hogy én voltam a gyerekekkel itthon, mert neki a férjemnek el kellett utaznia, és valahogy nem értesültem időben, már csak arról, amikor úgy kellett összefogdosni őket a fogszobába, meg ahol értük, és ez nem okozott gondot. Szerencsére egy gyerekem se fél egyáltalán a pókoktól, és hát persze azóta én sem. A madárpókok, soha nem fogok kézbe pókot. Amikor még nem pókoztunk egyébként így, mint most, hanem volt otthon mondjuk az a 17 pókunk, akkor elmentünk, mert vannak bőrzék. És a bőrzéken, ugye főleg ezeken a terrorisztika bőrzéken, ezeken vannak pókosok is, meg hát mindenféle más állatokat tartó emberek, és ott tettek a kezemre nagy pókot, de amióta pókozunk, én soha nem, tehát kis pókot, azt hiszem van is olyan fotó, hogy egy pici pók van a kezemre, mert ugye amikor szétszedjük a kis pókokat, és külön költöznek a testvéreiktől, akkor ott azért kezünkre is szaladnak, ez nem okoz gondot, de a pók az igazából egy vadállat, aki nem, de nekem az egyébként tetszik is bennük, hogy ott ülök a terrárium mellett, és akkor nézem, és ők úgy működnek, mintha én ott se lennék. Tehát igazából ők nem egy ilyen gazdi állat, ha valamit simizni kell, azt szoktam mondani, olyan, mint az aranyhal. Nem simizzük, nem piszkáljuk. Szóval, hogy ha valami simogatós állatra vágyunk, akkor lehet, hogy egy kutyus aranyosabb, vagy mondjuk a törpenyuszi, az tényleg olyan, a pók nem. Tehát nem fogjuk a kezünkbe,
nem piszkáljuk, hanem csak úgy vannak, pontosan tudjuk, hogy milyen páratartalomra van szükségük, milyen ennivalóra, mennyire legyen vizes a közeg, mennyire legyen meleg a közeg, és ők igazából azt szeretik, hogyha minden nagyon kényelmes nekik, és senki más pedig nem vesznek észre, aki a környezetükben van, úgyhogy nagyjából így élnek. Pont ezért, mert hogy tiszteletbe tartjuk őket, ezért nem is volt még nálunk egyetlen baleset sem, tehát soha egyetlen pók sem csípett meg. A pókok úgy szaporodnak, hogy a hímpók az először, amikor a hímpók, amikor beadul, az azt jelenti, hogy felnőtté válik, és akkor elindul, hogy feleséget keressen magának, ez az utolsó vedlése, és a vedlés után ő felnő, és akkor elmegy párt keresni. És ha megtalálja a mennyasszonyt, előtte még csinál egy ilyen hálót, és a hálóra rákeni az ivarsejteket, és erről az ivarsejtekről az első tapogatói, tehát felszedi utána az ivarsejteket az első tapogatóiba, azok olyan, mint a boxkesztyű, és ezzel fogja a nőstényfóknak a pociát beboxolni, és úgy a nőstényfók úgy termékenyül meg. Aztán a nőstény, amikor ez megtörtént, akkor fogja és egy nagy munkába kezd, csinál egy hálót, de úgy, hogy még esetleg egy mélyedést is csinál neki, és abban csinál egy ilyen hálót, ami már a nem tudom hanyadik féle hálója, mert másik hálót csinál lakhálónak, másik féle hálója van a hímnek ehhez a ivarsejt boxkesztyűbe gyűjtéshez, és ez is egy másik féle háló, amit a nőstény csinál, és ebbe lerakja a kicsiket, tehát a megtermékenyített petéket, és utána majdnem olyan, azt hiszem az egyik képen is rajta van, majdnem olyat lesz belőle, mint mondjuk egy pingponglabda, és ez a kokon. Egy ilyen pingponglabda-szerűre összehajtogatott, vagy gyönyörűen összeszült háló, amiben a kicsik aztán fejlődnek, több hétig, akár hónapokig, hát leginkább hónapokig, és akkor utána abból fognak kikelni. Mindegyik pók mérgező, mert hogy gyakorlatilag ugye ők úgy esznek, csak a mérgezés nem ugyanazt jelenti. De gyakorlatilag ők ugye úgy esznek, hogy előtte befecskendezik azt az anyagot, nem tudom, hogy a gyerekeknek lehet-e mondani, de olyan enzimeket, tehát befecskendezik, amivel föloldják a belsejét az állatnak, és ugye ez, hogyha minket megcsíp egy pók, tehát az embert megcsípi, akkor ott is tud okozni galibát, tehát ilyen szövetroncsolást, a pókcsípés fáj meg viszket. Tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból minden pók mérgező, viszont a madárpókoknak nincs halálos mérge, tehát nincs olyan madárpók, aminek halálos mérge lenne. A valódi pókok, tehát a pókoknak, a pókok között azért vannak ilyenek, minden gyerkőc tudja, azt hiszem, a fekete özvegy szokott ilyen, vagy mondjuk mit a tölcsérhálós pókok Ausztráliában, vagy mondjuk a remete pókok között vannak ilyenek, amiknek a mérge az nagyon-nagyon komoly gondot okoz, madárpókok között ilyen nincs, ami halálos mérge. Sikerült eldöntenetek, hogy milyen háziállatot szeretnétek? Úgyhogy így belegondolok, nekem amúgy hatalmas szerencsém volt, mert én gyerekkoromban minden kutyát hazavittem, és az anyukám annyira jó fej volt, hogy ilyen kóborkutyákat, akik betegek voltak, hogy mindegyiket meg is gyógyítottuk, és mindegyiknek lett egy szerető gazdia, úgyhogy kicsit ilyen menhelyként működtünk, de madárpókjaink, meg ilyen nagyon-nagyon különleges állataink, azok egyáltalán nem voltak. Teknős békánk. Az volt. Hát, hogyha még kíváncsiak vagytok mindenféle érdekességre, meg nagyon sokat nevetnétek, mert az Ildinek a könyve kapcsán aztán tényleg iszonyatosan jókat, vagy könyvén nagyon, nagyon jókat lehet mulatni, akkor rendeljétek meg most a kedvezményben, amit már olyan sokszor mondtam nektek. És még hátra van egy eredményhirdetés. Csináltunk Facebookon nektek egy játékot, amiben az volt a kérdés, hogy ti milyen állatokról olvasnátok szívesen. Mert a Zsája herceg kisasszonyban nagyon sokféle különleges állatról és varázslatos lényről olvashattok, az Ildi könyvében meg aztán tényleg mindent megtudhattok, ami fontos és szükséges az állattartásról, még a zsiráftartásról is. Úgyhogy ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy kíváncsiak vagyunk
hogy ti miről hallgatnátok szívesen meséket, vagy hogy mi érdekel benneteket, és annyira sokan játszottatok, 486-an, hogy ezt nagyon szépen köszönjük nektek, és kisorsoltam a nyertest, aki nem más, mint Király Kovács Anna! Peti Púkot szeretne? Fúha! Hát, Viki, akkor fel van adva a lecke. Nekem az ausztrál leveli békek lettek nagyon vonzóak itt az Ildi beszámolója kapcsán. De ha szeretnétek még kérdezni amúgy állattartásról, akkor írjátok meg nekünk üzenetben. Ildit most már nem fogom tudni visszakapcsolni nektek. De ha megírjátok nekünk, hogy mit szeretnétek, és van ilyen kérdésetek, akkor mi azt tolmácsoljuk, és ő meg fog nektek válaszolni. Máskülönben pedig, tehát Annát, a nyertesünket arra kérjük, hogy írjon nekünk üzenetet, és akkor mi postázni fogjuk a most bemutatott könyveket, így egy nagy csokorban. Gratulálunk nagyon szívben, és köszönjük, hogy játszottál, meg hogy játszottatok. Ha tetszett nektek ez a sok mese és bejátszás, akkor azt javasoljuk, hogy nézzétek meg majd a YouTube-on a Pagony Mese csatornát, ahol nagyon sok, több mint 300 ilyen mese között tudtok válogatni. Vannak kisebbeknek, nagyobbaknak, hosszabbak és rövidek, nincsen a csatornán egyáltalán reklám, de azért azt javasoljuk, hogy együtt felnőttekkel csücsüljetek le elé, és akár hangos könyvként, akár ilyen nagyon finoman, picit animált, picit mozgóképként fogyasztjátok, akkor az mind nagyon jó tud lenni, és bele tudtok egy kicsit kóstolni az összes könyvbe. Tehát, hogyha valami megtetszik, akkor így könnyebb válogatni is. Búcsúzóul pedig elhoztunk nektek az utolsó mesekönyvet, én már nem fogok visszajönni hozzátok, de hogyha még itt írtok üzenetet, vagy van kérdésetek, akkor még így várok egy picit, de később is, ha írtok, akkor én azokat látom, és mindenre válaszolni fogunk. Búcsúzóul pedig Móró Czadri előadásában Czernák Eszter könyvébe fogunk belehallgatni, Kedves apu, egy mozaik család mindennapja. Itt egy nagyon zűrzavaros családi helyzettel kezdődik majd Ági helyzete, aki levelet ír az apukájának, de aztán minden természetesen a helyére áll. Ez lesz a búcsú mesénk. Czernák Esztert pedig a Sárkányovi című könyvsorozatból ismerhetitek már, úgyhogy ha szeretitek, akkor mindenképpen nézzetek bele ebbe a könyvbe is. Ha még bírjátok, jó hosszú lett ez a műsor, és nagyon tartalmas, mert én is elfáradtam, akkor hallgassátok végig ezt a történetet is, utána pedig tényleg nézzétek meg a Pagony Mese csatornán a többi mesét. Most már inkább felnőtteknek, vagy nagyobbaknak szóló könyvbemutatókkal jövünk ma és holnap is a Margó Irodalmi Fesztivál keretében, úgyhogy ha van nagyobb tesó, vagy vannak felnőttek, akkor nekik szívből ajánljuk azokat a műsorokat. Sziasztok! Örülök, hogy itt voltatok! Eszter, kedves apu! Egy mozaik család mindennapjai. Kőszegi Csilla rajzaival. A családom meg a családom családja. Első nap, hétfő. Kedves apu! Képzeld, az ikrek elmesélték, hogy verekedtek az oviban, és büntetésből a sarokba kellett állniuk. Persze az egyik sarokba állt az egyik, a másikba a másik, mert különben semmi értelme nem lett volna a büntetésnek. Mondjuk így se nagyon volt, mert amíg az óvónéni Norbit figyelte, addig Balázs összefirkálta a szekrényt. Amikor meg Balázs tartotta szemmel, akkor Norbi bajuszt rajzolt a játékbabának. Így aztán még tovább kellett büntetésben állniuk, de most már egy másik sarokban. Még jó, hogy közben megérkezett értük Zoli, mert két gyereknél hamar elfogynak a sarkok a szobában. Nem tudtak volna hova állni, ha megint rossz fát tesznek a tűzre. De aztán az volt a baj, hogy az óvónéni nem akarta hazaengedni az ikreket Zolival, mert amikor megkérdezte őket, hogy Zoli az apukájuk-e, azt mondták, hogy nem. Aztán megkérdezte, hogy Zoli a testvérük, vagy a nagybácsiuk, esetleg a nagypapájuk-e. Na, akkor már nagyon nevettek. Azt mondták, nem, ő a testvérük apukája. Az óvónéni meg nem értette, hogy ha a testvérük apukája, akkor hogy nekik nem az apukájuk.
Zoli megpróbálta elmagyarázni, hogy kicsoda ő, hát ha akkor végre hazaengedik vele az ikreket. Az óvónéni erre már csak a fejét ingatta, és el is felejtette beárulni neki az ikreket, hogy rosszalkodtak. Csak én tudok róla, mert nekem elmondták. De anyának nem fogom elárulni, mert így is éppen elégszer kerülnek bajba. Aztán azon gondolkoztam, neked elmeséljem-e, de erről eszembe jutott, hogy te elutaztál, és nagyon elszomorodtam. Mert mi lesz, ha ilyen hosszú idő alatt mindent elfelejtett, mire visszaérsz? Hiszen délután már arra sem szoktam emlékezni, hogy mit ettem ebédre. Akkor hogy jegyeznék meg ennyi fontos dolgot 2 egész hétig? Anya látta, hogy magam alatt vagyok, ezért adta nekem ezt a naplót. Hogy mindent pontosan leírhassak, és majd megmutathassam neked, amikor újra itt leszel. Így aztán nem felejtedik el semmi. Vagy nem felejtődik. Majd ezt is meg kell kérdeznem, ha itt leszel. Anyát nem érdemes ilyennel zaklatni. Legalább lesz kivel beszélgetnem, mert anyával most úgy sem lehet. Ő még a saját beszédébe is belezavarodik néha. Zoli pedig múltkor megkértem, hogy segítsen a nyelvtanházimban, mire rémülten elmenekült mosogatni. Nagyon megijedhetett, mert tudom, hogy különben utál mosogatni, és ha csak lehet, próbálja megúszni. Pont, mint te régen, amikor még itt laktál velünk. Egyébként mondtam anyának, hogy mivel most már nem laksz itt, igazán vehetne nekem egy kutyát. Akkor nem hiányoznál annyira. Tudod, mit válaszolt? Hogy egy apát nem lehet becserélni egy kutyára. Mert téged nem kellett minden reggel megetetnem. Naponta többször elvinnem sétálni, meg orvoshoz vinnem, megfürdetnem, és megtanítanom viselkedni. Pedig ebben nincs teljesen igaza. Neked is mindig én szóltam, ha anyának szülinapja volt, hogy vegyél neki virágot. Meg olyanokat is mondott, hogy én még nem vagyok elég érett és felelősségteljes, és egy kutyáról nem szabad úgy elfeledkezni, mint a viráglocsolásról meg a mosogatásról. Szerintem ez csak gyenge kifogás, hogy ne kelljen kutyát vennie nekem. Ráadásul Hannának, a barátnőmnek is szóról szóra ugyanezt mondta az anyukája, amikor szeretett volna egy cicát. Mondd, apa, létezik valamilyen kézikönyv szülőknek, mondjuk hasznos kifogások, ha a gyerek kér valamit, de nem akarod megtenni, címmel. Na, hol is tartottam? Ja, igen, az ovinál. Szóval, amikor végre hazaengedték az ikreket Zolival, úgy döntöttem, lerajzolom a családunkat. Hát, ha egyszer még másoknak is el kell magyaráznunk, hogy ki kicsoda. Tehát középen a piros felsőben vagyok én, Ági. Fölöttem az anyukám, a 3 másik gyerek meg a testvéreim. Balázs és Norbi az ikrek, akik mindig üvöltöttek, amikor kicsik voltak. Most már nem olyan kicsik, de még most is folyton üvöltenek. Az a nagyobb gyerek a szélén a bátyám, Peti. Ő olyan okos tojásféle. Az apukám is Peti, de őt csak anyu, Zoli és Zoli gyerekei szólítják így. Mi apunak hívjuk. Apu éppen nászúton van az új feleségével, Noémivel. Az a magas, vékony bácsi Zoli. Ő anya új férje. Meg az új testvéremnek, Mikinek az apukája. Anya kezében az a kis figyori, az új testvérem. A másik oldalon álló 3 gyerek, Jázmin, Patrik és Mimi, Zoli gyerekei. Fura nevek, mi? Őket azért rajzoltam a képre, mert mégiscsak az új testvérem testvérei. Mivel az új testvérem apukája nem a mi apukánk, de ugyanaz az anyukánk, ezért ő a féltestvérünk. Jázminéknak meg azért a féltestvérük, mert ugyanaz az apukájuk. Szóval ő az egyetlen, aki mindenkinek a testvére. Vagyis igazából nem, mert Zoli gyerekeinek, akik nem a testvéreim, szintén van anyukájuk, és neki is van új férje, meg új gyereke. Ő viszont csak a Zoli gyerekeinek a testvére, de nekünk nem a testvérünk, még Mikinek sem. Mert neki meg Zoli régi felesége, és annak az új férje a szülei. Ezért őt nem is rajzoltam rá a képre,
sem a Zoli régi feleségét az új férjével, mert azután, ha az új férjének is van régi felesége, és annak is van gyereke az új férjtől, akinek esetleg megint van régi felesége, és így tovább, és én mindenkit le akarnék rajzolni, akkor egy olyan óriási papír sem lenne elég, ami körbeéri a házat. Különben is. Zoli gyerekei minden második hétvégét nálunk szoktak tölteni. De az ő új tesójuk nem szokott átjönni. Szerinted jól magyaráztam el?